valaki 16 éves korától drogozik, és mivel jön 28 évesen rehabra, azért azt 10 évet behozni, azt nem könnyű. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb a serdülőkor elején megtudják a tinik, mi mindennel járhat a függőség. Gönczi Gábor az egészségdok drogambulancia képviseletében érkezett szerdán a Tóvárosi iskolába két egykori droghasználó fiatallal együtt azért, hogy elmondják, jobb megelőzni a bajt. Egyikük arról mesélt, mit vett el tőle a drog, és mit adott neki a józanság. Elsősorban így elvette a jövőképemet, meg így az élettől már a kedvemet is. És igazából, hogyha tehetném, akkor így, hogyha visszamehetnék az időbe, el se kezdeném, mert annyi minden rossz dologtól megkíméltem volna magam, hogyha így nem kezdek bele. Tőlem így a családomat is elvette, a végére teljesen elfordultak tőlem, mert rengeteget hazudtam nekik, meg így manipuláltam mindenkit. Ezért a lányt kidobták otthonról. Akkor jelentkezett a fehérvári tini rehabilitációra, amikor a barátait is, és ahogy mondta, saját magát is elvesztette. Amióta az intézményben van, józan. Ez az állapot pedig folyamatosan tanítja. Javul a kapcsolata a családjával is, visszanyerte az önbizalmát, és már tervei is vannak. Azt mondja, korábban a szerek egy tökéletes világot adtak neki, de amikor kitisztult, nem csak lelkileg szenvedett, komoly fizikai tünetei voltak. És bár segítség van, az egészségdok küldetése leginkább felhívni a figyelmet a megelőzésre. Azért tartjuk fontosnak, mert milyen jó lenne, hogyha nem 20 év szerfogyasztás után, vagy 40 év alkoholizmus után kéne valakit összerakni, avval a traumatizált történetével, ami mögötte van, ahol emberek százai véreztek, tehát rokonok, ismerősök, iszonyú sérüléseket hordoz ő maga meg a környezete, hanem milyen jó lenne, ha ezen végig sem menne az illető. A különleges foglalkozás a Zöldváros Fehérvár tüdeje topos pályázat bűnmegelőzési programjának köszönhetően jutott el az iskolába. 7.-8. osztályosokat vártak, hiszen a szakemberek szerint ők a legérintettebb korosztály. A mai világunk körbeveszi minden problémájával együtt a gyermekeinket. Nagyon sokféle hatás éri őket az internetes hálók kapcsán is, és azt gondoltuk, hogy ha egy ilyen interaktív programban osztályszinten részt vesznek, találkoznak olyan emberekkel, akik tudnak erről mesélni nekik, akkor ez hasznukra válhat. Az interaktív előadáson a diákok megtudhatták, hogyan lesz valaki szerhasználóból függő, hogy kell az érzelmeinket kezelni ahhoz, hogy ne nyúljunk a drogokhoz, és kérdezhettek is bátran, tabuk nélkül.